szépen. Tavaly megnyertétek az egyik tehetségkutatónak a döntőjébe bekerültetek, itt a nyíregyházi fordulót nyertétek meg. Meséljetek egy picit, mi történt veletek azóta? Ugye azóta részt vettünk az A38-as döntőn, illetve volt egy koncertünk itt a Hollywoodban, és tervezgetjük az ezévi koncerteket. Úgyhogy szerintem ennyi. Milyen volt a hajón? Azért az egy nagyon különleges helyszín. Ez a körülbelül álom kategória szerintem. Legalábbis nekem nagyon olyan volt, nem tudom Balázs, hogy volt ezzel. Abszolút. Szóval itt tényleg eléggé felemelő érzés volt azon a színpadon játszani. Amikor tavaly készültetek a tehetségkutatóra, a nyíregyházi megmérettetésre, akkor mennyire gondoltátok, hogy az A38-on fogtok kikötni? Őszintén, semennyire. Abszolút nem számítottunk arra, hogy megnyerhetjük ezt, mert nem egy populáris dolgot játszunk. Igazából eléggé réteg zene. Igen, ugye black hardcore tulajdonképpen, akár így is ki lehetne fejezni a ti stílusotokat, ez jó megnevezés? Igen, mi is hasonlót mondanánk. Ezt még tavaly évelején egy koncertünk előtt mondták nekünk, és úgy teszünk be, hogy ez talán helytálló. Hát a szövegvilág miatt kicsit ilyen dárkosabb, ilyen kicsit lehúzósabb, úgymond, így jobban a lélekig ható, viszont zeneileg abszolút a hardcore-t próbáljuk követni, és most már erre jobban. Aki esetleg még nem hallott titeket, annak mondjuk el, hogy pontosan miről is szólnak a ti dalszövegeitek? Nehéz így, mert elég sok mindent próbálunk felölelni, de próbálunk gondolkodtató dalszövegeket írni. Próbálom úgy összefoglalni, hogy saját élményekből meritek, illetve egyfajta terápiaként is fogom fel ezt a dolgot, és ebből próbálok építkezni az elfelejtéstől, elutasítástól kezdve a kis magán fájdalmakon át mindent próbálok érinteni, és hát ha valaki, aki szintén ezeken átmegy, ennek így segítség tud lenni ennek az embernek. Úgyhogy leginkább így próbálok segíteni azoknak, akik hasonló rossz dolgokon átmentek, vagy csak úgy gondolják, hogy biztos egyedül vannak, hogy érezzék, hogy más is van, aki hasonló rosszakat is érez. Én azt gondolom, hogy ez a műfaj, ez a stílus, amit ti játszotok, ez ebben a régióban elég népszerű. Ti hogy látjátok ezt? Balázs? Hát népszerűnek elég népszerű, de próbálunk egyedit alkotni ezzel, hogy ne ugyanaz legyünk, mint a többiek. Beszéljünk egy picit a névválasztásról, Estenden. Mit akar ez jelenteni? Ez egy régies magyar szó. Az éjszaka, este fele, esthajnal régies megnevezése. Igazából rengeteg régi műben, például Toldiban is megtalálható, több versben, adiversben is. A gitarosunk találta ezt a szót, és egyből megfogott minket, úgyhogy így jött igazából. És mindenféleképpen magyar nevet szerettünk volna. Nektek kik a kedvenc előadóitok, akiktől inspirációt tudtok meríteni ahhoz, hogy tényleg a saját stílusotokban tudjatok megmutatkozni a színpadon? Hát igazából ilyen abszolút nem ismert black metal részemről. A többiek talán egy kicsit ismertebb szférából válogatnak. Részemről a magyar underground hardcore zenekarai, akik nagyon inspirálnak, főleg a szövegírásba. Például az Incurless Buddies, Nemecsek, Hanoi, ezek a zenekarok nagyon sokat adtak nekem. Külföldiből pedig hát ilyen deathcore kategórián belül mozgok inkább. Ez mindig változó, de van, hogy nem csak ilyen műfőn belül hallgatok, mert idő után már kicsit unalmas tud lenni. Azért már 2 éve megalakult a zenekar, sikerült néhány koncertet is előadnotok. Mik voltak a legjobb tapasztalatok? Szerintem a romániai koncertünk, ami nagyon jó volt, amire azt mondjuk azóta is, hogy a közönség abszolút meg voltunk lepődve, hogy teljesen ismeretlenül odaálltunk, és mindenki nagyon jól érezte magát, támogattak minket, meg hát persze a nyíregyházi koncertek, ahol azért mégiscsak hazai terepen azért mindig jó érzés itt lenni. Nem tudom, Balázs részedről? Úgy szint. Amikor külföldre mentek, és ott koncerteztek, és ott fogadja így a közönség a ti produkcióitokat, az mennyit lendít ilyenkor a zenekar összhangján akkor, vagy a további munkásságon? Hát így még erről nagyon nehéz beszélni, hiszen csak egy koncertünk volt így külföldön. Szerintem nagyon sokat dobott rajtunk, meg az az érzés, amikor együtt utazunk, együtt éljük meg ezt az egész utat, szerintem ez, ami a koncerten kicsit túlmutat. Tehát a koncert egy tök jó dolog,
de az, hogy ezt együtt teljük meg, és az előtte lévő programok, utána lévő programok, az mind sokkal többet tud adni nekünk, mint az a fél óra, amit a színpadon töltünk. És ami még pozitívum a külföldivel kapcsolatban, hogy egy állomásra voltunk meghívva, aztán a másik két zenekar úgy gondolta, hogy menjünk velük tovább még két állomáson. Ez nagyon jó érzés volt tőlük. Gyakorlatilag előzenekar lettetek? Gyakorlatilag igen. És milyen tapasztalatokat szereztetek, amit aztán beépítettetek? Mert ez, amit most mondtatok, ez tulajdonképpen egy nagyon jó élmény is. Hát én nem tudom, hogy így milyen tapasztalattal gazdagodtam. Igazából a... meg is... tapasztalat igazából az, hogy csak adjuk önmagunkat, és akkor megy minden a maga útján utána. Igen, leginkább ezt tudnám én is mondani. 2021 ugye már javában elindult, mit tervez az Estenden zenekar erre az évre? Hát ez elég sok mindentől függ, de ha minden úgy alakul, hogy engedve lesznek a koncertek, különböző események, akkor mindenféleképpen több bulit is szeretnénk csinálni, illetve lesz majd egy, még egyelőre nem beszéltünk róla, egy kicsit nagyobb volumenű dolog, de arról majd szerintem a közösségi oldalakon többet lehet megtudni. Alex, neked azért elég különleges hangtechnikát kell alkalmaznod a színpadon ahhoz, hogy ez a zenekar ez tényleg önazonos legyen és hiteles. Sose fáj a torkod ilyenkor? Először voltak ezzel gondok, ezt már rengeteg szemmel kaptam ezt a kérdést, hogy mennyire fáj ezt csinálni. Igazából ugyanúgy egy technika, mint megtanulni énekelni, ugyanúgy gyakorlás kérdése, és nem szabad elvárni azt, hogy egyik napról a másikra már valaki olyan mélységeket tud csinálni, vagy olyan hangot tud kiadni. Rengeteg gyakorlás, és ennyit tudnék tanácsolni másoknak is, akik ezt szeretnék csinálni. Mikor és hogy fedezted fel magadban azt, hogy te ebben a vonalban szeretnél majd zenélni? 2012-ben, amikor megismertem egy külföldi zenekart, és teljesen magával ragadott a világ, kicsit felnyitotta a szemem, elkezdtem gyakorolni ezt a stílust, ezt a hangképzést, és ott jött, hogy ezt szeretném egyszer. Hát és úgy tűnik, hogy működik. Mondjuk 10 év múlva hol és miről fogok veletek beszélgetni? Ez jó kérdés, mert nem vagyok jövőben látó. Balázs? Hát én se, de remélem vagy Budapesten a Barbanegrában, vagy A38-on, és hasonló magas és színvonalas helyeken találkozhatunk. És mi lesz akkor a téma, mondjuk a 10. nagylemez, vagy a hollywoodi koncertturné? Hát valószínűleg ugyanez. Legyen így. Köszönöm, srácok. Mi köszönjük.
műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.